Zenés produkcióval avatták fel a Nyíregyházi Egyetem új tánctermét. A tanári étkezdéből kialakított helyiséget ezentúl azok a táncosok és próbavezetők fogják használni, akiket 2016. szeptemberében vettek fel a Táncművészeti Egyetem kihelyezett nyíregyházi alapszakára. A terem ünnepélyes átadásán a felsőoktatásért felelős államtitkár jó példának nevezte a két intézmény együttműködését, kitérve arra, hogy a három lehetséges vidéki helyszín közül elsőként Nyíregyházán indulhatott el ez a három éves alapképzés. Nem tipikus az egyetemek együttműködése, hiszen egy egyetem az egy autonóm szervezet, aki tudja azt, hogy neki mit kell tennie. Ennek ellenére Magyarország nem nagy ország. Annyi mindenkivel kell versenyeznünk, hogy meg kell fontolnunk azt, hogy valóban egymással is ez a verseny ez értelmezhető, különösen olyan területeken, ahol inkább kiegészítjük egymást. Azért nagyon jó példa egyébként ez a mai rendezvénynek, a teremnek a megnyitása, hiszen két egyetem hozott létre együtt egy olyan képzést, ami viszont nagyon sikeres. Mind a két egyetem betette a saját részét, és kiegészítik egymást. Üzenet is ez a többi felsőoktatási intézménynek, hogy az együttműködésben egy csomó lehetőség rejlik. A néptánc specializációval kiegészített alapszak a keleti országrészből és a határon túli területekről érkező néptáncosok, oktatók és társulatvezetők szakirányú felsőfokú képzését is lehetővé teszi. A népzene és népi kultúra tanári szakunk mellett most már itt a Nyíregyházi Egyetemen, igaz, hogy telephelyen, de azért magunkénak tudjuk, a tánc és próba vezető alapképzési szak, ugye a Magyar Táncművészeti Egyetem szakjának néptánc specializációját, tehát itt Budapest után ez a második olyan város, vagy hát a másik olyan város, inkább úgy mondanám, az országban, ahol az alapfoktól a felsőfokig a népi hagyományok ápolása minden területen jelen van, kiegészítve természetesen a civil szervezetek munkájával, a nagy néptánc együttesek és zenei együttesek produkcióival. A szakon jelenleg 25 hallgató tanul, mindannyian teljesítették az első egyetemi fél évet. Tulajdonképpen ugyanazt tanulják a hallgatók, mint a Budapesti Képzési Központban. A tanterv úgy épül föl, alapvetően két részre tudjuk osztani, egy gyakorlati, illetve egy elméleti képzésre. A tantárgyaknak a javarésze gyakorlati jellegű, ami azt jelenti, hogy a magyar nyelvterület, dialektus területei táncos sajátosságait tanulják a hallgatók. Ehhez kapcsolódóan pedig mindenféle elméleti tantárgyal meg van tűzdelve a képzés, ami azt jelenti, hogy a néprajz, a gyermekjáték, a folklorisztika és minden olyan a művelődés, elmélet, művelődés, történet tantárgyak megjelennek a képzésben, ami szükségesek ahhoz, hogy teljesen komplex képet kapjanak a hallgatók a magyar folklórban. A képzés államilag finanszírozott, illetve önköltséges formában is elérhető. Az oktatáshoz szükséges új próbatermet a Nyíregyházi Egyetem, míg a tanárok nagyobb részét a Magyar Táncművészeti Egyetem biztosítja.